ügybe, csak halkan, hogy érezd, és hallhassuk zene. Ezek az első lépések a Csigaház felé vezető úton. Apróságok szüleikkel, nagyszülőkkel érkeztek a kisgyerekeknek, de a felnőtteknek is tanúságos zenei bemutatóra. Ugyanis ez alkalommal a brémai muzsikusok vannak soron, őket ismerik meg közelebbről az interaktív koncertlátogatók. Akad olyan kis zenebarát, aki már többször is járt a Pannon Filharmonikusok Csigaház sorozatán. Hogy elmennek szerencsét próbálni, aztán találkozik az összes barát, és keresnek munkát. Kakas, egy szamár, egy kutya, egy macska, meg ennyi. A szülők is jól tudják, miért hozzák ide gyermekeiket. Még a zenekarból is van egy hegedűs anyuka, aki igencsak jól tudja, hogy érdemes ide eljönni. Megismeri a hangszereket, megszeresse a zenét, aztán felnőtt korban majd zenét is tanulja, meg felnőtt korban koncertre is járjon. Mindenképpen hasznos. A zenei rendezvény két állandó házigazdája, Szendrői Zsuzsanna, Csiganyó, és Kis Szabolcs, Csigabá. A zenekar koncepciója, hogy ápoljuk a hagyományt, és kineveljük a közönséget a növekvő picikből, és látás módon a hangok segítségével létrejöjjön egy olyan zeneszeretet, ami esetleg nem csak zeneszerető polgárokat nevel így módon, hanem játszanak a hangszeren a gyerekek, betereljük egy kicsit a zenei intézményekbe. Az az álláspont, hogy a klasszikus zene oltárán nyissunk ajtót a gyerekeknek, bár ez a műsor, a mostani, a brémai muzsikusok, itt több olyan mű is felcsendül, ami úgymond populáris, és nem a feltétlen klasszikus zenéhez tartozó elemeket. Így aztán szabad akaratot kapván a műsor politikát mindig úgy fűzzük, hogy a gyerekek nyelvezetén fogyasztható legyen, de változékony. A baroktól egészen a 20. század elejéig. Minden műsorban új zenekari formáció kell életre. A zenekar mellett segítségül hívják a mozgást, ezen belül is a táncot, valamint folyamatosan zajlik a kérdez-felelek agytorna. Fontosnak tartják a figyelemkoncentrációt és azt, hogy az érdeklődést fenntartsák. A szimfonikus zenekar minden családja az év során megjelenik valamilyen módon. Most a hegedűsök voltak soron, és hogy miért pont a brémai muzsikusokat szemelték ki a kicsik szórakoztatására. Teljesen váratlan módon forgatjuk ki ezt a dolgot, hiszen az állatok nem jelennek meg ebben a mesében, hanem inkább a hangszerek és a zenészeinkre íródott ez a személyre szabott mese. Aztán a körítés, ami meg utána történik, az igazából az adott zeneművek, meg a táncok, amiből kiindultunk, tehát a mese valóban Brémából indul, de tulajdonképpen ennyi. Az örökmozgó ovisok és kisiskolások ilyenkor azt is megtanulják, hogyan kell picit csendben lenni, mesés keret történetbe foglalt zenei betétekre figyelni.